Én elindítottam. Megy a videó. Üdvözlünk itt a Colin McRae 4 Nostalgia, már nem tudom hányadik részében. Második részében. USA stage első. Hú, ez jó az a pálya. Kívülről tudom, mind az összeset. Még mindig. Ilyen Citroen szara nevezetű valami szarra. Ilyen piros színe van. Bordó metál pontosabban fogalmazva. Ennyi. De te csak tolod. Amúgy feltűnt, hogy ha 4 óra 10 perc van? Hát jó. Itt sok fa van. Itt meglátogathatod őket elég sokszor. Nem, jobbra. Nem, itt le kellett volna menni, csak én is leugratok. Ugrass se. Hopsz, majdnem keresztbe állt ez a taliga. Ebben nem úgy van amúgy, hogy elkopik a gumi, akkor leszakad a kocsiról? Aztán akkor felnémész? A kereket azt fel tudod hagyni, azt tudom. Na, ez még nem sikerült. Hála Isten, jó, nem is baj. Anyád, dék, de egy ilyen kis 80-as tábla megfogod, geci. Megyünk, fasé! Alumíniumban amúgy. Nem tudtam berakni a csomagtartóba, hogy leadjam. Le volt betonozva, hogy rohadjanak meg. Ja. Jó, sokat nem kaptam volna érte. Ennyi, kurvára. Jó, mondjuk nekem nem. Annyira. Hát tudom, látom. Á, Istenem. Valamit még el kéne kezdenünk. Nem? Amúgy elég sok e-mailt kapok, hogy milyen játékokon játszunk. Csak ebbe két hiba van, nem nézem az e-mailjeim. Meg még egy üzenetet csak kaptam. Kapd be a faszt. Megint keresztbe álltam. Jó, de én beértem a célba. Jobb időt mentél, mint én, te csicska. De, 2:48, én meg 3:06. Időbe elverték a csök. Ügyes voltál. Ez nagyon OP vagy. Sikerült elvenned, nem baj. De viszont az első szektorban én voltam a jobb. Meg a másodikban is, csak a harmadikban nyerték. Ja nem, abban se. Azt nem értem, hogyha mind a három szektorban nekem volt a legjobb időm, hogy az anyámban nyerte időre. Ja nem, de jövök. Ja még csak a harmadik stage-et mutatta. Még egy? Mivel lesz ő fókusza? Most menjünk Japánon. Kocsit váltok. Megyek egy Lancerrel. Mehetünk. Ready, set, go. Ez nagyon OP kocsi, ez tetszik. Majd megnézem a videódba. Veszem észre.
Én ez jobb kormányos, ezt nem nézzük belülről. Ez meg, ez jó a kormányos. De ez jobb ez az izé Lancer amúgy. Azt ismerem ezt a pályát. Én nem. Igen, és ez sem is elég hosszú. Szerintem én ezt mindig is ütöm ezt a pályát. Csak ez szűk az itt. Mint a pinád. De mi? Mondtad. Szájra kell árulni? Így van. Amúgy a melyikre a Airborne, nem? Mert te melyikre gondolta? Nekem az ugrott be, vagy még az Aliad azt szólt. De milyen jó, Colin McLean-ezünk és a Call of Duty-ról beszélünk. Ja, és hát Medal of Honor-ról, na. De nem? Milyen jó. OP-k vagyunk nagyon. Nem, hogy ezt a szart reklámoznánk. Ezt a szart reklámoznánk. Ez reklámoznánk, ha megjátom, hogy játszunk. Hát mondjuk, jó, hát alapból nézik, hogy én játszok, meg te. Hát, nem hiszem, hogy arra kíváncsiak, hogy mész bele mindig abba a korlátba. Ja, már kivitted, mi? Itt vagy mögöttem, közel, geci. Távol sátán a közelemből. Én OP-n veszem a kanyarokat. Nem. 87 mérfölde. Na szép lett volna amúgy a tiéd most, hogyha nem mész neki a végén annak a szarnak. Na és egyszer szoros a verseny. Csoda. De most is elbasztad, tuti. Gondoltam. Nem számítottam. Ja, meg nem akartad elütni, mi? És inkább bele fölborult rá. Majd... Ja. Jó. Még én sem. Vagyis hát nem látják, mert van rajta csomagtartó tető. A vasasok. Ó, oh, az mi? Kihűltem. Menj már, te vas! Azt tuti. Én leszarom, hogy laza vagyok. Ops, ops, villanyoszlop. Úgy gyűrődik a kocsim, geci, mintha papírból lenne. Én nem, én beszálltam. Ez a villanyoszlop nekem a gyengém. Megint majdnem eltaláltam. Már én győztem. Eddig a papír emberek is mozognak. Há, geci kemény. Na. Az is. Nem, hogy te mennél el végre. Bírna a pöcsöd, mi? Soha nem lesz mit tőlem. Akkor jó van, akkor. Ha már jó lenne. Jó van. Köszönjük, hogy megnézed a videót. Sziasztok. Amúgy igen, biztos, hogy én nyertem.